Alapvető erőálló képesség fejlesztő gyakorlatként végezhető a négy ütemű fekvőtámasz, valamint a burpee. A két gyakorlat között a különbség az, hogy a burpee tartalmaz egy karhajlítás nyújtást, mely során az alsó holdponton a mellkas érinti a talajt, továbbá a kéz és a láb elemelkedik a talajtól. Szintén az erőálló képesség fejlesztésére és pulzus emelésére alkalmas gyakorlat a terped zárszögde és az úgynevezett jumping jack. A szabályos guggolást úgy kell végrehajtani, hogy válszéles terpezben a lábfejek előre mutatnak, a negatív szakaszban a térd nem mehet a lábfej síkja elé, továbbá a hát végig egyenes marad, illetve a tekintet előre néz. Típushibaként az szokott megjelenni, hogy az állás nem elég széles, ennél fogva nincsen stabilitása, a sarok elemelkedik a talajtól, vagy mivel a törzs nem elég feszes, ezért a végrehajtás során túlzottan előre dől.